szakaragát, erőm végtelen. Bűnöm a rock, ereimben én szólálva égessel. A tegnapot vérem a rock, kiontom minden cseppjét, várom a holnapot. Bűnöm a rock, ereimben én szólálva égessel. A tegnapot vérem a rock, kiontom minden cseppjét, hosszon egy jó holnapot. Bűnöm a rock. A mai műsorban milyen meglepő a Kalapács zenekar a vendégünk. Azért vagyunk most itt, hogy egy picit átfogó képet próbáljunk meg a nézők számára közvetíteni a csapatról. Ez mindenképpen szükséges az, hogy először is köszönjek. Szevasztok! Ezen felül az első dolog az az lenne, hogy ugye a Pokolgépről, illetve az Omerről hazánkban gyakorlatilag mindenki tud, olyan emberek, akik ugye szeretik a rockzenét, viszont a többi utódzenekarról, teszem az Dance-ről, Sámáról, annál kevesebbet, leginkább mondjuk a mostani tizenévesek. Beszéljünk már ezekről a csapatokról, ezekről a rég elfeledett vagy kevésbé elfeledett klasszikusokról. Beszéljünk. Volt egy Dance. Köszi szépen, és még... Igen, hát ha a kérdés az, hogy én hol játszottam régen, akkor ez a Dance volt, ahol a Pist is játszott. Gyakorlatilag így kerültem a képbe, hogy együtt játszottunk a Dance-be. És ez nagyon, nagyon nagy dolog volt, hogy én kerültem a képbe. Rakjuk meg egy kicsit képbe a Dance-t zeneileg. Hát az ilyen rock'n'rollos rock zene volt gyakorlatilag. Nem metal, inkább valami rock'n'rollos. Mindenképpen olyasmit akartak a srácok, legyen más. Tehát nem két metal gitáros, hanem legyen egy kicsit színesebb az egész. De ez látszik is a lemezen, tehát lehet hallani, hogy ez valami más. Hát én nem tudok beszélni. Annyi baj, legyen, beszéljen más, Zsolti. Mit, Sámán zenekar? Hát szóval volt egy Sámán zenekar, 86-ban alakult. Azóta sok ember megfordult benne, azóta tagjai szétszélettek egészen a Ossziántól a Dance-en át, egész az Irigy Hónagymirigyig szélettek szét az emberek belőle. Jó időszak volt, tanulópénz volt. Sok oldalú zenekar. Lemeze nem volt, annak idején sikeres zenekarnak számított.
Miért van az szerintetek, hogy Magyarországra és nyilván az egész világra jellemző ez a dolog, de azt hiszem, hogy egy ilyen kicsi országra, ahol ilyen kicsi a lemezpiac, még inkább igaz az, hogy nagyon kevés olyan zenekar van, ami mit tudom én 10-15-20 évig is kibírja ezt a viszonylagos állóvizet. Mi lehet az oka ennek? Hogy eltűnik egy dance, eltűnik egy sámán. Hát milyen hosszú ez a műsor? Szóval azt mindenki tudja, azt hiszem, hogy ma a rockzenekarok Magyarországon azok nem szokták szétkeresni magukat, hanem jó esetben vegetálnának csak abból a pénzből, amit mondjuk ezzel a műfajjal meg lehet keresni. Tehát tényleg aki csinálja, ezt örömből és szeretetből csinálja. Ez előnyére is válik, mert itt legalább tényleg igazi, örömteli, rendesen eredeti rockzenét játszanak. Azt hiszem sok külföldi sztárbandával szemben a magyar zenekarok viszont hátrányára is, mert nyilvánvalóan a rosszabb lehetőségek azt eredményezik, hogy mellette mással kell foglalkozniuk, dolgozniuk kell, szükségük van valahonnan máshonnan előteremteni a mindennapi betevőfalatot. Ettől fogva nem is tudnak annyi energiát mondjuk rászánni a lemezekre, vagy akár a koncert turnékra, úgy mint próba, gyakorlás, ilyesmi, mint mondjuk egy nyugati zenekar. És hát nyilvánvaló, hogyha éveken keresztül gyűrődnek együtt, és hatnak rájuk ezek a nem túl rózsás körülmények, amik vannak, akkor jobban megmutatkozik, hogy tudnak együtt létezni, és bizony elromlanak esetleg barátságok. Nem lesz már olyan feelinges a közös lét, és emiatt a legjobb, hogyha az ember lép, és szép emlék marad, és utána még a barátság is talán megmarad. Azért attól függetlenül, hogyha vannak esetleg személyes problémák, vagy mondjuk megilletési problémák, stb. Azért vannak úgymond nagy túlélők, mondjuk a ti korosztályotok is, illetve konkrétan ti is olyanok vagytok, hogy valószínűleg megtehetnétek azt, hogy ebből a dologból kiszálltok egy életre, mint ahogy sok társatok meg is tette, és mégsem teszitek. Mi az, ami bent tart benneteket a műfajban? Jó esik csinálni. Hát én egyszer abba hagytam, és nem működött. Egyszerűen nem lehet abba hagyni. Akkor ne haragudj, inkább Zsolti. Én is abba. Nem, tényleg nem lehet abba hagyni. Én azt gondolom, hogy egy iszonyú űr marad utána, hogyha abba hagyod. És én mentálisan mentem lefelé. Tehát abban a pillanatban, hogy abba hagytam a zenét, és csak a mit tudom én, az üzletnek, vagy a munkának, vagy tök mindegy, minek éltem, valami iszonyatos űr maradt utána, és nem találtam a helyemet a világban. Ezt nem lehet abba hagyni. Azt gondolom, hogy aki ezt abba hagyja, az mentegeti saját magát, vagy kifogásokat keres, de nem lehet ezt abba hagyni. Ez olyan értékeket ad, és olyan élményeket ad, ami elmondhatatlan. Amikor emberek jönnek, és hallgatják a zenédet, és azt mondják, hogy ez tök jó, annál nincsen jobb dolog. Eleve az élet a szeretetről szól elég erőteljesen, és Itt mi nekünk folyamatosan a lehetőségünk van adni és kapni. Tehát azt hiszem, hogy persze van egy csomó területe az életnek, ahol ugyanezt meg lehet kapni, ezeket a lehetőségeket, de nekünk ez van, ezt szoktuk meg. Mennyire jó szerintetek az, hogyha mondjuk a közönség diktál egy zenekar számára? Hát a közönség szerintem nem diktál a zenekar számára. A zenekarnak józan emberi észre fel kell fogni, mi az, amit jó szívvel játszik, és amit a közönség is elfogad tőle. Tehát itt meg kell találni valahol egy középutat. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk sikerült. A közönség eléggé mellénk, hát ez nyilván abból is adódik, hogy ugye a Józsinak a neve, meg az egész múltja, az eddigi tevékenysége, az egyfajta garanciát ad arra, hogy igazából talán tőle már nagyon rossz dolgok nem várhatók. A közönség bizalma az megmaradt. Hát próbálunk ennek megfelelni, és én is úgy gondolom, hogy szerintem sikerült is talán. Mondjuk erre a kérdésre már van egy saját válaszom, egy verzió, ebből is indulok ki. Ajcsi, szerinted mennyire terelgeti a közönség egy bizonyos irányba a Kalapács zenekart? Hát a közönség, hát tulajdonképpen nem nagyon tereli szerint, sőt, egyáltalán nem tereli, mert hogyha nem tetszene a közönségnek, tegyük fel, de tetszik. De hogyha nem tetszene esetleg, amit csinálunk, akkor szerintem mi ugyanazt csinálnánk. Attól nem változtatnánk rajta. És mi a helyzet akkor a gépezésekkel? Mivel? Például most megnéztem nemrégiben egy koncertfelvételt, a Szigetes koncertfelvételeteket, és ott szabályosan a Józsinak képbe kellett tennie a zenekar gyerekekhez. Nem az a zenekar,
hasonló, de más a neve. Nézd, hát ez mindig is így volt. Így volt ez még az Omenben is, amikor együtt játszottunk, folyamatos pokolgépezés volt. Tehát ezt a közönség tudatosítani kell, hogy ugye volt egy generáció, tehát volt egy együttes, ugye ez a pokolgép együttes, és ez nem múlt el nyomtalanul, és még mindig szeretik az emberek, és azért nyilvánvalóan Józsi, én szerintem, mondjuk lehet, hogy kivágjátok, de szerintem a Józsi volt a pokolgép ilyen szempontból, de, és ezért is várják el tőle, hogy ezért is gépeznek, mert még mindig azt látják benne azt a személyiséget. Ma ő volt a pokolgép, ennyi. Hát igen, egy időnek el kell telni, amíg a közönség megismeri ezt a zenekart, és tudja, hogy ez most már egy más néven fut, egy más dolog, más zenekar, és a Józsi viszony próbáltunk ezzel a lemezését picit középutatani, megtalálni az utat a régi közönség, régi pokolgép rajongókhoz is, meg az új fiatal emberkékhez is, akik mostában járnak a bulikra. Eljön valaha az az idő, amikor elhagyjátok mondjuk a korábbi zenekaroknak a klasszikusait, érzedítő ezzel a pokolgép vagy Omen nótákat? Hát szerintem nem. Ezek nagyon nagy közönség sikernóták, ezeket el is várják a Kalapács Józsitól mindenképpen, és szerintem nem is kell, hiszen ha jobban belegondolunk, az Ozzy is előadja a Black Sabbath-tól a Paranoidot mindig. Ezek a nóták, ezek a régi pokolgép nóták, ezek ugyanolyan klasszikusak magyar szinten, mint Ozzy-tól vagy a Black Sabbath-tól a Paranoid. Ezeket mindig játszani fogjuk, erre a közönségnek mindig is lesz igénye, szerintem nem kell elhagyni ezeket. Olyan ilyen minőségi új nótákat kell csinálni, és akkor azokból is klasszikusok válhatnak. Hogyha a közönség részéről, a kicsiny kevesek részéről lenne egy olyan kérés mondjuk a zenekar felé, hogy esetleg Sámán, illetve dance nótákat is játszatok a pokolgépi showmenek mellett, akkor mi lenne a helyzet? Ez érdekes lenne, nem tudom. Hát ezt a zenekarnak meg kéne beszélnie, mert itt nem történik olyan, ami mindenkinek a beleegyezése nem adódik, tehát addig nem történik semmi. Hát azt gondolom, hogy ez egy elég lojális zenekar, és szerintem játszanánk Sámánt, vagy akár Dance-et. Ha esetleg a zenekar neve, hogy Vejsz, akkor biztos. Érdekes dolgot figyeled meg az egyébként, aki lát benneteket így színpadon, hogy minthogyha ha mindannyian a korábbi zenekarotok, vagy a kedvenc műfajatok lenyomatai lennétek öltözködésben. Igen? Igen. Most így, persze így, de igen, és egyetlen kalkutójás van, a nézők részére Kalapács Ösztön CD-t lehet nyerni, aki elárulja nekünk, hogy a Zsolti milyen műfajt képvisel a zenekaron belül öltözködés tekintetében. Ki a stylistod, Zsolti? Nincs stylistom. Nem tudom, ezt szeretem. Kényes. Szerintem egyébként elsősorban a kényelem és az, hogy miben érzi jól magát az ember. De azt hiszem, hogy jó, de azért két csíkos MTK maciban nem fogtok fölmenni a színpadra a kényelem miatt. Láttam, hogy volt szerencsénk játszani a Judas Priest-tel most, meg a Menáborra, én láttam, hogy ők mibe dobolnak. A Judas Priest dobosra egy mammuszba dobolt, egy levágott melegítő nadrágba és egy kinyúlt kenguruba. A Menábor dobosra pedig szintén melegítő nadrágba, egy trikóba, meg egy edzőcipőbe. A dobolásnak a kényelmi szempontok, hát koncerten a kényelmi szempontok a lényegesek, mert egy bőrnadrágból két láb dobol, mikor beleízed az ember, ráragad a lábára, nem nagyon lehet. És mindig igazad van, mert ettől ők még azok, akik? Így van, ettől ugyan, persze, ettől azok, akik. Beszéljünk egy picit az aktuálisabb dolgokról. Nemrégiben adtatok egy nagyon jó hangulatú, és ez a kérdés, nemrégiben adtatok egy nagyon jó hangulatú koncertet Székely udvar helyen? Igen, hát ez óriási dolog volt, hogy eljutottunk oda, 16 óra volt az út, és iszonyatosan hosszú volt, és iszonyatosan kemény volt az út, mert arra nincsenek utak. Viszont amikor odaértünk, az valami óriási volt. Tényleg nem tudom mennyien lehettek, pár ezeren lehettek, vagy ezer, nem tudom hány százan lehettek. Több mint 2000. Igen, sokan voltak, és valami óriási volt. De ott a magyar szónak súlya van, komolyan mondom. És ezeknek a daloknak súlya van. És számomra egy nagy, hihetetlen élmény volt, ami ott kint volt. Nagyon érdekes dolog ám egyébként, nem tudom, hogy észrevettétek, de ebben az országban, itt a Kárpát-medencében sokan mondjuk ilyen kulturális vagy intellektuális szempontból lesájnálják a rockzenét és a metalt. És hogyha meg kimegy az ország akár a Felvidékre, akár Erdélybe, azt tapasztalja, hogy az ott élő magyarok számára ez a zene, ez a műfaja ugyanúgy a kultúra egyik szelete, mint akár az irodalom, költészet, vagy akár a komoly zene, vagy más művészeti területek. Lehet, hogy fontosabb nekik a tartalom. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy akik ott élnek, azok pont azért, mert azért nagyon régóta próbálják a magyarság tudatukat mindenféle eszközökkel letörni. Ennek ellenére hihetetlen módon megmaradt
a magyarságtudatuk esküszöm erősebb, mint egy Magyarországon élő magyarnak, és sokkal-sokkal fontosabb a tartalom. Tehát ez ugyanígy van Vajdaságban is, amikor voltunk. Ott is az van, hogy bár nem lehet 5 métert menni, hogy ne ütközzél rendőrökbe, aki esetleg pont azért cseszeget, mert Magyarországról jöttünk. Ennek ellenére, akik eljönnek, hihetetlen érzékenységgel vannak a dalok felé. Tehát annyira értik és érzik, és sokkal mélyebb tartalmakat fedeznek talán fel a dalokban, mint amik benne, amik szándékaink szerint akár beleíródtak fel. Hihetetlen módon reagálnak mindenre, ami innen érkezett. Szeretnétek ezt a dolgot egy kicsit elmélyíteni? Tehát, hogy rendszeresen, ahogy lehetőség van rá magyar lakta területeken koncertezni? Egyértelműen. Számomra akkora élményt adott ez a koncert, hogy mindenképpen, hogyha lehet, minden évben, vagy akár évente többször is ki kéne oda jutni. Még hozzáteszem, hogy odafele, pont a 16 órás út következtében, mondjuk Székelyudvar helyre. Ez nem azért olyan nagyon messze van, olyan rettenetes körülmények között kell menni, olyan utak vannak. Odafele végig az volt, az elején kevésbé, aztán egyre inkább, hogy soha többé, soha a büdös életben, ezt még egyszer, soha. Visszafelé meg ez pont ellenkezőjére fordult, tehát tényleg az, hogy gyakorlatilag összesen 3 órát tartózkodtunk ott. És ezért utaztunk. 36 órát. Eléggé kemény volt. Tehát, de mégis megérte, úgy érzem. És azt hiszem, hogy akik ott voltak, azok is úgy érezték. Illusztráció gyanánt a műsorban fel fog merülni majd, bemutatunk 2 olyan klipet, ami mondjuk így kuriózumnak tekinthető így a pályafutásod során. Az egyik a Pokolgép Itt és Most című klasszikusa, angolul a Here and Now. Ebből következik egy picit számomra a kérdés, hogy ha annak idén készítettetek egy felvételt, majd ez is mindjárt kiderül, hogy miért készítettetek angol nyelvű pokolgép felvételt, akkor mondjuk így a Kalapács zenekar alkotóinak a fejében így nem merült még fel az, hogy esetleg mit angol nyelven felvenni egy-két történetet, és akkor esetleg kifelé megpróbálkozni vele. Jani nem volt, aki megírja az angol szöveget. Ennyi? Fordíthatatlanok. Erről a Józsi jobban tudom beszélni. Az az igazság, hogy én sosem éreztem olyan nagyon erős késztetést, tehát komolyan nagyon rosszul beszélnék én angolul, dalban is. Tehát most igazándiból nem tudnám úgy ugyanazokat az érzéseket tolmácsolni nyilvánvalóan angolul. Tehát ahhoz valami olyan anyanyelvi szinten kellene beszélni. Tehát itt mi tényleg fontosnak érezzük, amit mondunk a dalokban. Lehet, hogy hamarabb megtanulna az angol ajkú közönség magyarul megérteni a dalokat, mint én ezeket úgy tolmácsolni, hogy ez hiteles és hihető legyen, és jó érzéssel jöjjenek ki ezek a dalok a számból angolul. Tehát nem hiszem, hogy ennek olyan sok teteje lenne. Volt egyébként annak idején ilyen lehetőség, tehát amire aztán végül én nemet mondtam akkor, hogy tulajdonképpen egy holland menedzsment kifizetett volna engem Hollandiába, és ott kellett volna élnem egy darabig. Fizettek volna a havi fixet. Azért, hogy ott tanulok, csak angolul beszélhettem volna, és én erre nemet mondtam. Először igen, de aztán mivel veszélyeztetett teljes volt a feleségem, inkább mégis itthon maradtam. A kintlevés azt hiszem, hogy annyiban lett volna praktikus, hogy megtanultam volna jobban angolul, tehát ez baromi jó dolog lett volna, de azt hiszem, hogy ha a mérleget megnézzük, akkor mégiscsak így lett a helyesebb. Érzitek azt, hogy mondjuk ennyi év után bármiféle lemaradás is lenne nem a nemzetközi és a magyar zenész társadalom között? Nem tudom, nem figyeltük igazából, hogy más... Kint mit játszanak. Mi azt akartuk követni, amit mi szeretünk játszani, és amit mi akartunk játszani. Volt némi irányvonal, tehát volt egy irányvonal, amit azért követni akartunk, tehát hogy ne nagyon térjen el, amit a Józsi eddig csinált, amit szerettek tőle, de azt hiszem, hogy ez így is történt. Bizonyos határokon belül maradtunk, próbáltuk ezeket a határokat feszegetni, de mint mondottam, egy határon belül. Tehát gyakorlatilag
a jó öreg bevált metal nyúlásokat. Nyúlásokat vettük elő, tehát a Judas Priest, az Accept és az Iron Maiden természetesen. És még a Moby Dick-et se felejtsük. És természetesen a Moby Dick és az Akela. Általában figyelgetve, én nagyon, nagyon nagy rajongó típus vagyok, én nagyon szeretem nézni a magyar zenekarokat, nagyon szeretem hallgatni, nagyon szeretem a koncerteket, egyébként a nyugatiakat is csípem, úgyhogy én a szigeten is, amikor tudtam, akkor kint voltam, erre azért számtalan tanom van, én végig ott néztem, és nekem baromi jól esett, hogy egyfolytában tudtam nézni egy csomó koncertet, tehát én gyakorlatilag végig élveztem a szigetet, hogy ennyi jó banda összejött, és egyébként különös tekintettel megnéztem több sátor, de a Metal Hammer sátor az magasan verte színvonalban, és ez nem csak ízlésbeli dolog, mert én nem csak a metal zenét szeretem, mindenféle jó zenét szeretek, de úgy hangulatban majd hogy nem azt mondanám, hogy sőt, szerintem lehet, hogyha csinálnánk egy statisztikát, a Metal Hammer színpadon összességében nézve ugyanannyi néző volt, mint a nagy színpadon, hiszen a nagy színpad nagyon sok produkcióját gyér nézettség kísérte, míg a Metal Hammer sátor az hajnalig fullon volt. Tehát estétől hajnalig full tele volt, és azért tegyük hozzá, hogy ez egy 10 000 nézőt befogadni képes sátor. Tehát egy hatalmas sátor, a tavainak a duplája. Tehát én azt hiszem, hogy aki a Hammer sátorba bármikor betévedt, csak jól érezhette magát. Igen, hát valószínűleg ez lenne a legjobb a műfaj számára a legjobb reklám, hogyha írnának róla. Hát az az igazság, hogy tényleg a sajtó, a tévé, a rádió úgy tesz, mintha nem is lenne, nem is létezne ez a műfaj. Gondolom olyan apropóból is, mert úgy gondolják, hogy ez az embereket nem érdekli. Hát, hogyha az embereket nem érdekli, akkor mit keres ott az a rengeteg ember a koncerteken? A második ilyen speciálisabb klipünk, az pedig a próba szerelem lesz. Ez elég speciális, tényleg. Hát ez egy, én egyébként nagyon kedvelem, ez egy nagyon kedves gyermekemnek tekintem ezt a lemezt. Ez egy ilyen kísérletezős, más jellegű. Igazándiból lehet, hogy ez egy kicsit jelezte azt, hogy ott az Omenben, vagy egyáltalán úgy metal vidéken, akkoriban nem annyira működtek a dolgok, és próbáltam a tömérdek szabad időmben valamit tenni. És hát Mirkovics Gáborral és Csillag Endrével csináltuk ezt a bizonyos albumot, amit nevezhetünk szólólemeznek akár, hiszen létezett zenekarom akkor, és ez kifejezetten rám íródott dalok voltak. Amiért egyébként kaptál hideget is, meleget is, vegyes? Mindent kaptam. Egyébként nagyon sokan szeretik ezt a lemezt, a rockerek közül is, tehát azért rendszeresen hoznak, még most Székelyudvar helyen is írtam alá ebből a lemezből. Lesz egy olyan koncert is, amikor az albumnak az összes dalát el fogjátok játszani, amit úgy fognak hívni, hogy milyen meglepő hivatalos lemezbemutató koncert. Mikor lesz ez és hol? Ez december 14, ez a Wigwamba lesz, és elvileg tényleg az a terv, hogy minden dalt eljátszunk az új lemezről, az Ösztönről, és persze mellette a szokásos, tehát a Pokolgép Omen dalokat is el fogjuk nyomni, amit szeret tőlünk a közönség. Egyébként érdekes dolog felmerült bennem még mit tudom én, néhány évvel ezelőtt, amikor létrejött ez a formáció, hogy azok számára, akik mondjuk a korábbi zenekarokban, mint az Omen és a Pokolgép zenéltek, nyilván az Omen gitárosnak valószínűleg az Omen nóták állnak a szívéhez a közelebbje, állnak a szívéhez közelebb, viszont számotokra a Kalapács munkásságból mik azok, amik jobban fekszenek, a Pokolgép vagy az Omen dalok, vagy esetleg a Kalapács szólóalbum? Minden lemezről van kedvenc, én azt gondolom, ezt így nem lehetne meghatározni, hogy most az Omen vagy a Pokolgép a kedvenc nálunk. Minden lemezem volt valami, ami egy meghatározó, hát számomra ugye meghatározó volt az első Pokolgép lemez, ami megjelent első, hiszen az a gyerekkorom, persze, hát ezt el nem lehet felejteni. De ugyanúgy a többi Pokolgép lemezen is volt, ami baromira tetszett, illetve az Omenből is. Nekem az Omenből, tehát inkább azt mondanám, hogy az Omenből volt a jeleklemez, ami számomra egy meghatározó lemez volt. Talajcs olyan dalokat írt, amitől én legalábbis a hátamon a hideg futkos. Jó értelme. Lajos. Mutasd légy szíves az arcát. Lajos. Kis szerző. Ez a mostani műsor szíven tükrözi azt, hogy... Igen. Ez a mostani műsor szíven tükrözi azt, hogy melyik azok a számok, amelyeket szívesen játszunk. Hogy ki a jó gitáros.
Egyértelmű, igen. Itt mindenki sztár, őrült nagy tudás, őrült nagy sztár, persze. Ez a mostani műsor, az új lemezről is nyilván meg lesznek majd, ez majd igazából a közönség dönti el, nekünk minden szám kedves. De a régi pokolgép Omen dologból azokat játsszuk, amelyeket mindannyian egyáltalán szeretünk. Meg tudnátok azt fogalmazni néhány szóban, hogy mikor lennétek elégedett, hogyha ez az album hova jutna el, vagy hova juttatná el a Kalapács zenekart? Természetesen az lenne a cél, hogy ez a lemez oda jusson, ahova a pokolgép, illetve az Omen lemezek. Tehát olyan klasszikussá válna, mint mondjuk az első, második, harmadik, akárhányadik pokolgép, illetve az Omen lemezek. Elfogultság nélkül, hogyha nyilván saját gyerekeitekről van szó, úgy gondoljátok, hogy benne van ez a potenciál ebben az albumban? Én szerintem benne lenne. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy akik ezt szeretnék, ezt a lemezt, legalább eljuthasson hozzájuk. Tehát legyen a boltokban, tudjanak róla. Tehát én azt hiszem, hogy a leginkább itt a tömegtájékoztatásban van a... Tehát ez az egyetlen, ami miatt egyébként szüksége van szerintem egy zenekarnak, valamelyes egy rockzenekarnak reklámra, hogy egyáltalán megtudják az emberek, hogy van ez az új album, hogy érdeklődjenek utána, és esetleg hallgassanak, vagy lássanak tévében belőle részleteket, hogy felkelthesse az érdeklődést azoknak, akik fogékonyak erre, amit csinálunk. Tehát tényleg az, hogy 12 éve nem vagyok a pokolgépben most már körülbelül, és még mindig nagyon sokan azt hiszik, hogy én vagyok a pokolgép énekese. Ezt tanúsítottam az interjú előtt, még én is ezt hittem. De nem, ez tényleg így van. Tavaly, amikor mentem a pokolgép koncert felé, a Hammer sátorban volt szintén pokolgép koncert, és mentem a koncert felé, tehát ott, mint néző mentem volna, és útközben többen megkérdezték tőlem, hogy mikor kezdtek. És akkor mondom, hogy első nap már játszottunk. Dehogy is most lesz pokolgép. De én már nem. Ez hihetetlen, hogy mennyire azt hiszik még mindig sokan. Ha Rob Halforddal készítenek interjút, mindig megkérdezik tőle, hogy fog-e ő valaha énekelni a Judas Priestben. Hogyha meg Judas Priesttel készítenek interjút, akkor meg... A Rob Halfordot kérdezik, hogy ő vajon fog-e majd valamikor. Na és Kalapács József fog valamikor a pokolgépben énekelni? Egyáltalán szeretne ő a pokolgépben még énekelni? Hát nézd, most idén is énekeltem vendégként a pokolgépben, és hát nyilvánvalóan az egy az életemnek gyönyörű 8 éve volt, amit ott töltöttem, tehát nagyon szívesen énekelek bármikor a pokolgépben, hogyha erre igény van, és erre lehetőség, és ez megvalósul, de azért... Mint vendég? Mint vendég, tehát nagyon nehezen hiszem, tehát igazándiból ahhoz, hogy a pokolgépben én tag lehessek, ahhoz az kellene, hogy a pokolgép akarja, hogy tag legyek, és nekem ne legyen egyébként semmi körülöttem, tehát most én ugyanazt csinálom, amit régen. Tehát én nekem ez most ugyanúgy a pokolgép is. Ez nekem egy folyamat. Én ugyanúgy éneklem a kedvenc pokolgép dalaimat, a kedvenc Omen dalaimat, és most már a kedvenc Kalapács dalaimat ebben. És néha ott a fürdőszobában van a kedvenc Abba dalai. Akár. Így van. Úgyhogy gyakorlatilag én nekem ez a pokolgép. Kéz- és lábtörést kívánok a koncertekhez, illetve nagyon nagy sikert az albumhoz. Itt lenne a Zsoltinak egy személyre szabott, a vásárlók személyre szabott kérése az albummal kapcsolatban. Mégpedig, na mondjad, ne legyél nyúl. Hogy? Mit üzensz azoknak, akik? Nem, hát hogy az, hogy mindenki vegye meg a lemezt, lehetőleg több példányban, mert építkezünk.